Elkezdődött a 9. tolerancia tábor szervezése. Megkezdték a Thai Premium kifizetését. Véget ért a versmondó szemle topolyán. Még mindig veretlen a topolcsanka. Marad a változékony időjárás. Köszöntöm kedves nézőinket, február 25-i híradónkat látják. A sorrendben 9. tolerancia tábort július 26-a és augusztus 1-e között szervezik meg Topolyán. Alekszandar Volin szerb munkaügyi foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztert az idei évi topolyai tolerancia tábor szervezőbizottságának tiszteletbeli elnökévé nevezték ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Volin által képviselt minisztérium is támogatja az idén már 9. tábor megszervezését. Az erről szóló okmányt a topolyai helyi közösség üléstermében Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke és Alekszandar Volin írta alá. A Dunamenti régiók fiataljai tolerancia táborának idei mottója: adjunk esélyt. Az idén 9. alkalommal fogjuk megszervezni ezt a hagyományos, számunkra is, a tartomány számára is, a köztársaság számára is, és mondjam így, a régió számára is nagyon fontos rendezvényt, mégpedig a 9. tolerancia tábort, a Dunamenti városok és régiók fiataljainak találkozóját. Ebben az évben július 26-a és augusztus 1-e között lesz házigazdája Topolya ennek a rendezvénynek, és ami nagyon fontos, el kell mondanom, minden évben a tábornak mottója van, az idén ez a motto egyértelmű, hogy adjunk esélyt, mégpedig adjunk esélyt azoknak a társadalom peremére szorult csoportoknak, és ezen csoportok visszatéréséhez a társadalomba, hiszen a témánk ez lesz ebben az évben. Tudjuk ugye, hogy ebbe a csoportba tartoznak a romák, az AIDS betegek, a börtönben elítéltek, a fejlődésben gátlással, gátokkal élők, illetve azok a mentálisan beteg emberek, akik a társadalom peremére szorultak. De itt vannak még a menekültek, a homoszexuálisok, a kiskorú bűnöző kérdésköre, a prostituáltak, a kábítószervezők. Tehát mindez azok a csoportok, amelyek a társadalom peremén vannak, és arra törekszünk, hogy akár ezen táboron keresztül is egyértelműen üzenetet fogalmazzunk meg, hogy ezeknek a csoportoknak a visszatérése a társadalomra mennyire felelősségteljes, mennyire fontos úgy az állam, tartomány, az önkormányzatok részéről, hiszen ez egy közös problémánk, mely nem lehet tabu téma. Ugyanakkor ki kell emelnem, hogy nagy öröm számomra, hogy ebben a kérdésben Volin miniszter úr, illetve a köztársasági kormány egyértelműen meglátta azt az érdeket, amely alapján, amely mentén az együttműködést kialakíthatjuk, illetve hogy pontosan ez a minisztérium fedezte fel, hogy mennyire komoly, mennyire problémás kérdéskörrel fogunk tárgyalni az idén a táborban, és felvállalta, illetve támogatja ezt a rendezvényt. Nagy öröm számomra és nagy köszönet a köztársasági kormánynak, hogy valójában 8 év után először támogatja konkrét formában is, remélem természetesen hosszú távon is ezt a rendezvényt. Alekszandar Volin elmondta, hogy megtiszteltetésnek tekinti a felkérést, azt is hozzátette, hogy ennél szebb feladatot nehéz lenne elképzelni, hiszen Szerbia sok mindenre büszke lehet, de leginkább az itt élő emberekre lehet büszke. Sokan azt gondolják még ma is rólunk, hogy ebben az országban nincs tolerancia, éppen ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen rendezvényen keresztül is meg tudjuk mutatni, hogy valóban tudunk örülni a különbözőségeknek. Tegnap megkezdték a mezőgazdasági termelőknek járó prémiumok és támogatások kifizetését, jelentette be Snezana Bogoszávjevics Boskovics mezőgazdasági miniszterasszony. A kormány elfogadta a támogatásokról és a prémiumokról szóló rendeletet, és elsőként a tejprémium kifizetésére kerül sor. Erre a célra egyébként idén a köztársasági költségvetésben 3 milliárd 400 millió dinárt irányoztak elő. Hamarosan megkezdik majd a jószágtenyésztőknek járó támogatások kifizetését is, amire késve kerül sor. Ennek oka
mondta a miniszterasszony, hogy a mezőgazdasági kifizetések ügyeit intéző igazgatóság nemrégen Sabacról Belgrádba költözött át. A késést gyorsan behozzák, és utána folyamatos lesz a prémiumok és a támogatások folyósítása. A köztársasági kormány rendelete értelmében a bejegyzett földműves gazdaságok prémiumok és agrártámogatások formájában összesen 18 milliárd 313 millió dinára számíthatnak. A Zsitkó Plusz nagy termében pénteken 10 órától tartanak előadást a mezőgazdasági termelők részére. A kukorica tavalyi termesztési eredményei a kukorica hibridek bemutatása szerepel napirenden. Minden érdeklődőt várnak. Ismét csökkentek a terményárak Szerbiában. A kukorica kilogramja 15 dinár 30 parára esett vissza, a búza ára a 22 dinár 20 parás szinten stabilizálódni látszik, de 10 parával olcsóbb lett mára. A szójapogácsa ára napok óta nem változik, 43 dinár 80 parát kérnek érte, míg a szójabab kilogramja 40 dinárra esett vissza. Kislinder Gábor községi elnök tegnap aláírta a kollektív szerződést Ivanis Zoltánnal, a telekrendezési közvállalat igazgatójával. A kollektív szerződéseket már korábban aláírták minden községi közvállalattal, amelyeket a községi költségvetésből pénzelnek, kivéve a Dr. Hadzsi János egészségházzal, amellyel ugyancsak hamarosan aláírják azt, mondta a községi elnök. Azt is kiemelte, hogy függetlenül attól, hogy a fizetések mekkorák, a költségvetésben nincs lehetőség azok növelésére, de jobb, mintha egy munkaszabályzatot hozna a munkáltató. Jobb, ha maradnak a régi járandóságok azzal, hogy ahol módosítani kellett a törvény szerint, vagy pedig az ágazati kollektív szerződést, azt minden további nélkül beépítették. Az összejövetelen szó volt a Szociális-Gazdasági Tanács megalakításáról is, Kislinder Gábor községi elnök kiemelte. A törvény szerint, tehát a két fél, tárgyaló fél a Szociális-Gazdasági Tanácsát kezdeményezheti, ezt valamikor a régi polgármester és a szakszervezeti szövetség elindította. Egyedül probléma keletkezett ott, hogy a munkáltatók egyesületei nem tudtak megegyezni abban, hogy ki képviseli őket, és ennél fogva ez húzódik hosszabb ideje. Mi azt már elmondtam annyit, hogy megint újra próbáljuk kezdeményezni, és reményeim szerint ezt mentő előbb, tehát össze kellene hozni. Sok minden dolga lenne a Szociális-Gazdasági Tanácsnak, mindenki érdeke, hogy egy dialóg elkezdődjön, tehát egy párbeszéd bármilyen témával, és ebben az önkormányzat mindenkor kész kell, hogy legyen. A Nemzetközi Valuta Alap jóváhagyta az elővigyázatossági hitel megállapodást Szerbia számára. Az 1 milliárd dolláros összeget az ország az elkövetkező 3 évben hívhatja le, amennyiben erre szüksége lenne. Dusan Vujović gazdasági miniszter szerint a hitel jóváhagyásával a Nemzetközi Valuta Alap elismerte Szerbia reformjait és a gazdaság helyreállítására tett kísérleteit. A kormány szerint a hitelt nem fogják felhasználni, mivel az ország fizetőképes. Az ország költségvetési többlete 16,6 milliárd dinár, a beruházási hitelek beszámításával pedig eléri a 13,3 milliárd dinárt, áll a pénzügyminisztérium közleményében. A pénzügyi konszolidációs lépések bevezetése óta pozitív mérleget zár a kormány. Az elmúlt periódusban, ez év januárjában, az állam 79,9 milliárdos bevételt valósított meg, a kiadások pedig 66,1 milliárd dinárt tettek ki, olvasható a tárca közleményében. A nem adó jellegű bevételek 15,7 milliárd dinárt tettek ki, ebből a Telekom telekommunikációs közvállalat osztaléka 7,6 milliárd. Az adó jellegű bevételek nagysága 63,9 milliárd dinár, a donációk pedig elérték a 0,2 milliárd dinárt a vizsgált időszakban. Az utóbbi illetmények közül a legmagasabb összeg a forgalmi adóból származik, pontosan 35,8 milliárd dinár. Ez utóbbi a tárca magyarázata szerint azért ilyen magas, mert az illetékesek leginkább ilyenkor tisztázzák az elmúlt 3 hónap pénzügyi kötelezettségeit, és a decemberi fogyasztás átlagosan a legmagasabb az évben. Az 1941 és 1948 közötti időszakban történt magyar ellenes atrocitásokkal kapcsolatban végzett több éves kutatómunkát a Magyar Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság. Ennek eredményeként a tervek szerint az idei év végén, illetve a jövő év első felében több olyan kiadvány is napvilágot lát majd, amelyek a II. Világháború, illetve az azt követő időszak történéseivel foglalkoznak, mondta sajtótájékoztatóján Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hozzátéve, hogy a dokumentált anyagok mellett vándorkiállítások is szerveznek. Mindez fontos lehet az áldozatok hozzátartozói, illetve a fiatalok számára is, akik lehet, hogy így módon ismerkednének meg részletesebben a történtekkel.
A versmondó szemle községi megmérettetését tartották Topolyán a művelődési ház szervezésében magyar és szerb anyanyelvű tanulók részére. Mintegy 65 gyermek a község 8 általános iskolájából mutatta be tudását. A zsűri értékelése alapján az alsósok csoportjában első a topolyai Prokec Petra, második a zentagunarasi Major Ferenc, harmadik pedig a pacséri Alácsvaró Emese lett. A felsősöknél a topolyai Katona Boglárka első, a szintén topolyai Dudás Kata második, a bajsai Zsemberi Anna és a pacséri Vakula Bence harmadik helyezést értek el. A krivajai kisegítő tagozatról Kocsis Dávid volt a legügyesebb. Mindkét csoportból az első és a második helyezettek jutottak el Szabadkára körzeti megmérettetésre. A zsűri elmondása szerint a gyermekek az idén főleg vajdasági és magyarországi kortárs költők verseit szavalták. Ma a Doszite Jobrádovi Gimnázium és Közgazdasági Középiskola a középiskolás szavalókat magyar és szerb nyelven. Március 7-én Topolyán is megismerhetik a magyarországi Hozleiter Fannit, azaz Mosolykát, aki izomsorvadással született. Az orvosok 18 évet jósoltak neki, ám ő hozott egy döntést, nem hajlandó beletörődni a helyzetbe, harcba száll a betegséggel és valóra váltja az álmait. Facebook oldalát és a blogját több mint 85 ezer ember követi. 2013-ban 25 éves korában jelent meg önéletrajza Te döntesz címmel, majd 2014-ben második könyve A lélekkód. Hozleiter Fanni március 7-én 18 órai kezdettel mutatkozik be Topolyán a művelődési házban, Vajdaságban első alkalommal, a belépő 300 dinár. A Topolcsanka női kosárlabda csapat a 12 forduló után is őrzi veretlenségét a második szerb női kosárlabda liga északi csoportjában. A legutóbbi fordulóban hazai pályán 113-32 arányban nyertek az Ópazovai Sztárapazova ellen. A következő ellenfél szombaton idegenben az újvidéki Novoszacka női kosárlabda csapata lesz. A TSC csapata a Mabácskosút falván a hódsági Odzsaci ellen játszott barátságos mérkőzést, a tervek szerint szombaton pedig a krivajai csapat ellen lépnek majd pályára. A szakvezetés bizakodó, a csapat a táblázat második helyén várja a tavaszi folytatást. Az első tavaszi fordulóban március 14-én az Apatini Mladost lesz az ellenfél hazai pályán. Idáig lejátszott barátságos mérkőzéseinkből maradt még kettő, amelyet le kell játszanunk. A legutolsó mérkőzésen Zentán 1-0 arányba vertük a hazai Zenta csapatát, ami nagyon biztató eredmény. Következik szombaton még a krivaja csapata, és utána a főpróbát a hazai közönség előtt a Topolyai stadionon játszunk majd a Szent Tamás csapata ellen, akik ugyanezt a ligát játszák, mint mi. Valójában elégedettek tudunk lenni az idáig nyújtottakkal. A csapat nagyon szépen alakul, és hát reméljük, hogy majd az első mérkőzésünket, amit hazai közönség előtt fogunk játszani a bajnokság folytatásában, ezt már maximálisan felkészülten tudjuk lejátszani, és mindenféleképp az a célunk, hogy a végén elsők legyünk, hogy minél hamarabb érjük az Odzsaci csapatát. Két ponttal mennek előttünk, de hát valójában ez egy mérkőzésen múlik. Megpróbáljuk kihasználni nekik a kikszüket, mi minden mérkőzésen győzelemre megyünk, és hát reméljük, hogy a bajnokság végén örülni tudunk majd, és a magasabb osztályba fel tudunk jutni. Vajdaságban csütörtökön borult időre lehet számítani, a reggeli órákban többfelé párás lehet a levegő. A délelőtt és a déli órákban még többfelé várható újabb eső, majd a délutáni órákban a csapadék súlypontja egyre inkább Kelet-Vajdaságra összpontosul. Az északnyugati, majd a nyugati szél általában gyenge lesz. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet plusz 4 és plusz 6, a legmagasabb nappali csütörtökön 7 és 10 fok között várható. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebookon is. Tartsanak velünk, hiszen folytatjuk Kultúrvarázs című műsorunkban, melynek mai műsorában megismerkedhetünk Bicskei Zoltán magyar-kanizsai filmrendezővel, aki a Topolyai Múzeumban járt, valamint Terék Anna topolyai költőnő megzenésített költeményeivel, az általános iskolások községi szavaló versenyével és egy színes játszóházzal is. Tartsanak velünk! A műsor kezdési időpontja 16 óra 30 és 19 óra 30 perc. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!